هلو هلو ريجن مش كمان ميت كلت فاهمنا ده باي صدات يا مت أسيت من فرنسيا كاستر فقوم أكيسيتني ده صوبه مندود هتا كاميرا با ezt nem tudtam. Szóval ma egy receptet fogunk kiválasztani, találom rá a szakácskönyvből, és azt fogjuk elkészíteni. Nézzük is. Kérjük a szakácskönyvet. Oké, Regen. Most pedig kinyitom a szakácskönyvet. Rendben, Gizel. Addig én leveszem a bajszom. Na szóval, most, hogy Regen elment, kinyitom a szakácskönyvet. Ó, ez egész érdekes. Túrógombóc. Akkor ma ezt fogom elkészíteni Regennel. Oké, Regen. Kezdjünk is hozzá. Rendben van? Oké, Gizel. Olvasd csak. Na szóval, kell hozzá túró. Figyelj csak, Gizel. Mi lenne, hogyha inkább sajtot raknánk helyette? Tudod, Regen, be kell tartani a hozzávalókat, különben még a végén nem is azt készíted el. A főzés tudománya nagyon-nagyon bonyolult. Dehogy bonyolult, csak hozz végre azt a túrót. Oké. Addig mi előkészítünk egy tálat. Most pedig várjunk Regenre. Tessék, Gizel! Meghoztam a túrót. Nézd! Ott egy filmező madár! Mi? Amíg Gizel a filmező madarat nézi, vagyis próbálná nézni, hogyha ott lenne, akkor addig megmutatom, hogy mit rakok bele igazából. Sajtot! Ráadásul extra csípőset! Oké, szóval... Hopp! Regen, te mit láttál? Nem volt ott semmi. Vagy igen? Ez mi? Sajt? Beleraktad? Igen, mellesleg nem volt ott filmező madár. 5 perccel később. Nem hiszem el! Szóval, Regen, a következő hozzávaló buzadara. Figyelj csak, Gizel, gondolkodtam, és arra jutottam, hogy buzadara helyett igen, belerakhatnánk porcukrot. Hát nem is tudom, Regen, nem ezt írja a recept. Kit érdekel az? Szóval, azért fontos, ahogy Regen nem akarja betartani, hogy pontosan túró és buzadara legyen benne, hogy ilyen egészséges kis gombockákat kapjunk. És ennek az a lényege, hogy pontosan ki is mérjük a hozzávalókat. Ahogy Regen például nem teszi. Hé, hey, mi? Mi történt? Regen! Ez így. Kéne, hogy ne nézzen ki. Szóval igen. Hát, úgy látom, hogy ez nem fog menni, de ezért talán még ez menthető. 2 evőkanál kristálycukor. Kristálycukor? Gazdagok vagyunk, van kristályunk! Regen először is a gyémánt tesz gazdaggá. Másodszor az egy cukorfajta, és kell vele. De mivel porcukrot raktál bele, szerintem ezt átugorhatjuk. Nos, hát...
A következő az tojás. De az én ötletem szerint citrom, hiszen ugyanúgy néznek ki. Rachel, értsd meg, hogy ehhez tojás kell. Ki rendelt itt citromot? Csak a munkámat végeztem. Hogy miért pont citromot? Le, a citrom. Citrom hull az égből. A citrom hull az égből. A citrom hull az égből. A citrom. Ellen a csorán senkinek sem esett baja, de a biztonság kedvéért vágjuk fel a citromot! Tup-ti-tup-ti-tup, vágom a citromot, és egy kis pénz is keresek, mivel elfűrésztelem a szomszéd fáját. Jó kis tűzifa lesz belőle. Most, hogy kifacsáltuk a citromot, hajrá! Hú, hát ez szuper! Ennyi szerintem elég is. Hát itt azt írja, hogy hogy egy csipet só. Hogy mi? Egy csipet só. Csipet? Hát jó. Mindegy, ezt szeretnéd, Gizel? Ez mi volt? Az új birkózó gyakorlatom, a csipet! Akkor szórjuk a csipetet! Jó! Adrian, ez most miért kellett? Aj, Isten! Rövid reklámszünet után visszajövünk! Kérj, Adrian, kever csak össze! A keverés biztos könnyű, hiszen én minden nap, mint nap összekeverek! Gizel, valami baj van. Hát tudod, Rachel, nem tettünk bele lisztet. De hát a liszt az nem jó ötlet. Várj, van egy ötletem. Micsoda? Rakjunk bele lisztet. Lá, ó, sok liszt. Sok liszt hull az égből. Most pedig turbókeverés. Pellet. Akkor tegyük be a sütőbe. Mivel Rachel, itt azt írja, hogy hogy először gombócokat kell gyúrni. Hát jól van. Oké. Hajrá. Kisült a túrógombóc, Gizel. Rachel, most láttam, ezt főzni kell. Annál jobb. Most pedig azt írják, hogy tálaljuk. Jól van, szóval összepépesítem. Mi? Nem ezt írták. Kit érdekel az? Szuper konyha só van Gizellel és Rachelnel. Vú! Oké, szóval... Aztán még kell egy kis díszítés is. Mondjuk... Tortadara! Le, ó, dara! Dara, hull az égből!
tudni. Aztán még kéne rá valami díszítés. Ó, tökéletes! Választok egy szép kis paradicsomat. Tökély! Most pedig rárakom. Menj innen, te hülye kanál! És... miért ilyen nehéz ez a kamera? Szóval... ez itt... a túrógombóc a la Region! Na és Gizel! Most pedig kóstoljuk meg! Először te, Gizel! Tessék! Jól van, Region tudok enni. Ez csípős! És édes! Borzalmas az utóíze! Nekem mennem kell! Nem tudom, miért van úgy oda! Megfőztük a találomra készült kaját. Most pedig békésen kártyázunk, mint ami a barátoknál szokás, hogyha azok lennénk. Pontosan. Hello! Hello! De Region, egy valamit szeretnék még kérdezni. Hová tetted a francia bajszod? Hehe, te viszed a legtöbb kártyát. Hát tudod, az egy hosszú történet. Na igen.